Sziasztok, mindenkit üdvözlök. Ebben az előadásban arról lesz szó, hogy vajon az emberek nagy tömegei képesek-e értelmes csoportokként viselkedni, és hogyha mégiscsak, akkor ennek mik a feltételei, illetve hogyan lehetne ezt informatikai eszközökkel támogatni. Megnézzük azt, hogy mi is tulajdonképpen a demokrácia, milyen összefüggéseket érdemes egy ilyen rendszernél figyelembe venni, ebből milyen követelmények származnak, ami ugye egyfajta alkalmazási szerkezetet és adatarchitektúrát von maga után. Ezt is megnézzük, hogy milyen legyen, és utána a megvalósíthatóságról fogok elmélkedni. Az, amit én bemutatok informatikai rendszert ebben az előadásban, az csak csirályban létezik, és csak akkor fog létezni, ha meg is csináljuk. Akkor nézzük meg először, hogy mi is az a demokrácia. A demokrácia ugye az, amikor az emberek a közös dolgaikat közösen határozzák el, közösen döntik el. Ehhez beszélgetni kell egymással, kommunikálni kell. Tehát az információ elméletnek az eszközével meg lehet közelíteni ezt az egészet. Az ábrán a közvetlen demokráciának egy egyszerű modelljét látjuk, amiben van egy csatorna, ugye ez maga a csoport, aminek a tagjai beszélgetnek egymással, illetve vannak a csoport tagjai, akik az információ elméleti szempontból adóknak és vevőknek minősülnek. Ezek ugye emberek, ami azt jelenti, hogy véges az információ feldolgozó képességünk, illetve azt is érdemes megjegyezni, hogy a csatornán megjelenő valamelyik információ az bizonyos vevők számára értelemmel bír, tehát jel, és érdekli őket. Bizonyos vevők számára vagy nem bír értelemmel, vagy nem érdekli őket, tehát számukra pedig ez zaj. Mi történik akkor, hogyha ennek a csatornának a méretét, illetve nem a csatornának a méretét, hanem a résztvevők számát növeljük, akkor azt fogjuk kapni, hogy a csatornán egyre több információ áramlik, az egyes résztvevők számára a jelzaj viszony egyre romlani fog. Végül eljutunk arra a pontra, amikor a csatornán áramló információ mennyisége meghaladja a befogadó képességet. Ezt információáramlási korlátnak fogom nevezni ebben az előadásban. Illetve van még egy szempont, amit figyelembe lehet venni. Az információ áramlás az ugye két irányú, és meg tudjuk azt olyan módon különböztetni ezt a két irányt, hogy van az a fajta információ áramlás, amit mondjuk felfelé menőnek lehet nevezni, ami a döntések meghozatalához szükséges, a döntés előkészítés, a szavazatok, ilyenek, és van az, amit nevezhetünk lefelé irányulónak, ami magáról a döntésről szól, hogy mi volt a szavazásnak az eredménye, mi az, amit ezzel a szavazással elfogadtunk, és fontos megjegyezni azt is, hogy egy ilyen döntés eredménye az is, hogy na, akkor most elkezdünk egy adott dologról beszélgetni. Tehát azt láttuk, hogy a közvetlen demokráciának van egy információáramlási korlátja. Hogyan lehet ezt a korlátot legyőzni? Ezt ugye a közvetett demokrácia az egyik módszer, amelyik erre megoldást akar adni. Méghozzá olyan módon, hogy ugye nem az emberek közvetlenül vesznek részt a politikában, hanem a választott képviselőik útján, ezáltal a csatornán szereplő adóvevőknek a számát csökkentettük le. Viszont minden ilyen módszer, amikor az információ áramlási korlátot meg akarjuk, tehát hogy azzal akarunk valamit kezdeni, a legitimitás kérdése fog felmerülni. Itt ugye az a kérdés, hogyha a felfelé menő irányban, hogy valóban azok a döntések jöttek-e, amit a résztvevők szeretnének, illetve a lefelé menő irányban az, hogy a résztvevők azok idejében értesülnek-e arról, hogy egy újabb téma került napi rendbe, és el kellene mondani a véleményüket. Ezen kívül azt látjuk, hogy a közvetett demokráciában, hogy az az információáramlási csatorna, amelyik a választó és a választott között van, az a legtöbb esetben teljesen informális, adhok jellegű, és nem igazán jól működik. Ezért találták ki többek között a részvételi demokráciát. A részvételi demokráciának az a lényege, hogy mindenki részt vesz benne. A legitimitási kérdést azt úgy szabályozza, hogy aki részt vett a döntésben, az dönt, aki nem vett részt, azt sajnáljuk. Természetesen itt is törekedni kell arra, hogy a lefelé menő irányban eljussanak a megfelelő információk, tehát hogy mindenki tudhassa, hogy mikor akar ő belépni ebbe a folyamatba. Egy másik részvételi demokráciához hasonló kezdeményezés az a likvid demokrácia, ahol azt mondják, hogy
hogy mindenkinek van szavazata, és ezt a szavazatot át lehet delegálni. Tehát, hogyha van egy téma, amihez nem értek, akkor delegálom egy olyanra, akiből kinézem, hogy ért hozzá, és az érdekeimet fogja képviselni. Ezzel gyakorlatilag a csatornának a jelzaj viszonyát próbálja meg ez a kezdeményezés javítani. Most ilyen jól átnéztük a demokráciát, nézzük meg a célkitűzéseket. Tehát egy informatikai rendszert szeretnénk építeni, aminek a célja az teljesen egyszerű, a világmegváltás, annak a módnak, ahogy a demokrácia működik, annak a megváltoztatása, méghozzá ugye azáltal, hogy segíti a döntéshozást. Ennek a rendszernek vannak mindenféle céljai, ezeknek egy nagy része az ilyen politikai jellegű, tehát hogy legyen részvételi, legyen likvid, legyen kooperatív, illetve hogy azért a valós világgal legyen kapcsolatban. És vannak olyan dolgok, amik pedig ilyen technikailag, például, hogy a valós világgal legyen kapcsolatban, vagy legyen interaktív és elérhető, mert ha nem lenne elérhető, akkor ki használná vajon. Tehát nagyjából ezek a célkitűzések. Nézzük meg a demokratikus követelményekből milyen, tehát a demokratikus célkitűzésekből milyen követelmények származnak. Először is rózsaszínnel vannak azok a dolgok, mert az architektúra tervező milyennel rajzolja őket, amiket úgy hívunk, hogy összeszment, tehát a valós világból egy olyan dolog, amit igaznak képzelünk el. Az egyik ilyen az, hogy a szavazási rendszer az megváltozik, tehát hogy befolyásolja a szavazói magatartást. Ennek egy nagyon jó példája, és nem napi politikáról beszélek, tehát ezt a rendszerváltás óta minden egyes választás előtt hallhattuk, azt a fajta véleményt, hogy én most pedig a legnagyobb ellenzéki pártra fogok szavazni, nem azért, mert ők a kedvenceim, de azokat a kutyaütőket, akik éppen a hatalomban vannak, el szeretném távolítani. Ez két dolgot mutat, az egyik az, hogy a szavazó azt taktikázik, mert olyan választási rendszer, hogy érdemes taktikázni, illetve azt, hogy a konfliktusokat generálja maga a választási rendszer. Amikor én ezeket mondom, akkor gyakorlatilag matematikai játékelméleti eredményekről beszélek, tehát nem csak így bele a levegőbe, illetve ezeknek az eredményeknek a szociológiai kísérletekkel való alátámasztásáról. Tehát arról van szó, hogy a valós emberek is ezekben a szituációkban legalábbis úgy működnek, hogy azt a játékelmélet megjósolja. Egy másik érdekes kérdés az, hogy a demokráciának, mint láttuk például ebben is, vannak elméleti megalapozásai, lehetne ezeket használni. És egy másik ilyen elméleti megalapozás, amiről szeretnék beszélni, az Condorcet Márkinak a munkája. Ő majdnem 230 évvel ezelőtt élt és dolgozott, és a matematika nyelvére ültette le azt a dolgot, amit úgy lehet nevezni, hogy a köz számára a legjobb, ezt hívjuk Condorcet kritériumnak. A Condorcet kritériumnak megfelelő szavazási módszert alkotott meg, amit Condorcet módszernek nevezünk. Az ezzel foglalkozó kutatók a Condorcet módszert tartják gyakorlatilag a szavazás etalonjának, hiszen ez felel meg a Condorcet kritériumnak, ehhez hasonlítanak mindenféle szavazási módszert a mai napig is. Ezért ennek a rendszernek nem lenne rossz, hogy ez a rendszer nem lenne rossz, hogyha támogatna a Condorcet szavazási módszert. Ugyanakkor egy másik kritériumunk ugye az, hogy a valós világnak feleljen meg, tehát mindenféle szervezetnek a folyamatait képes legyen támogatni, ebből, és ugye ezek között a szervezetek között vannak olyanok, amelyek nem Condorcet módszerrel szavaznak, reméljük csak egyenlőre, illetve vannak olyan szituációk, például egy döntés előkészítés, amikor ennél egyszerűbb szavazási módszer tökéletesen elegendő, mondjuk például egy ilyen lájkolásféle dolog adott esetben. Ebből következik, hogy a rendszernek azért másféle szavazási módszereket is támogatnia kell. Szintén a valós élet kritériuma és az, hogy a valós szervezeteket tudjuk támogatni, az, hogy a szervezetek nagy részének van valamilyen költségvetése, illetve a civil szervezetek számára a pénzgyűjtés az egy nagyon fontos dolog. Tehát a költségvetés kezelését, a pénzgyűjtést, a előirányzatok közötti átcsoportosítást, utalást is kell tudni egy ilyen rendszernek kezelni. A likvid demokráciából következik az, hogy a szavazatokat lehessen delegálni. A kérdés csak az, hogy kinek. Tehát azt mondjuk, hogy valaki inaktív, és akkor valakinek szeretnénk delegálni a szavazatát, és a szavazó nem rendelkezett arról, hogy kinek delegáljuk, akkor vajon kinek fogjuk delegálni? Ez lehet a csoportnak a vezetője, amelyik átvezet minket a következő
részre a szervezeti megfontolásokra. A szervezeti megfontolásoknál talán a legfontosabb az, hogy figyelembe vegyük a valós világnak a valóságát, és ezek egyik, és az egyik ilyen az az, hogy egy döntéshozatali mechanizmusban emberek vesznek részt, az emberekre pedig a szociológiai szabályszerűségek vonatkoznak. Az egyik ilyen szociológiai szabályszerűség az ideális csoportmérettel függ össze, ezt a Dumber-szám nevezi, ez a kutatónak a neve, nem pedig a Dumber című filmből származik, ami egyébként összefüggésben van az információáramlási korláttal, mert ugye, hogyha túl nagy a csoport, akkor az információáramlási korlátba ütközne. Ez a szám, vitatkoznak rajta, hogy mennyi, de úgy tűnik, hogy az online közösségeknél 40-60 közötti. Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy vannak egyéni alsó és felső áramlásai, ugye az információ határa az információ feldolgozási képességnek, a felső határról már beszéltem, az alsó határ pedig a motivációval áll összefüggésben, hogyha valaki nem tud arról, hogy történik valami olyan dolog, ami őt érdekelheti, akkor nem fogja érdekelni, vagy legalábbis nem fog semmit csinálni ezzel kapcsolatban. Egy fontos valós élettel kapcsolatos dolog az, hogy vannak a világban erőforrások, ezeknek az erőforrásoknak egy elég nagy része véges, illetve elég nagy részük hierarchiában van szervezve, ilyen hierarchikus erőforrás például a terület is. A mai politika az területi alapú, ugye vannak a városok, falvak, azok megyékbe szerveződnek, azok országokba szerveződnek, és az országok pedig elég gyakran föderációba szerveződnek. És ezeket az erőforrásokat, ezeket tudnia kell követni a szervezeti struktúrának is, tehát gyakorlatilag le kell tudni követni a szervezeti struktúrák hierarchiával az erőforrás hierarchiákat, azzal együtt, hogy a területi alapú szerveződés az így a feudalizmus elmúltával talán már nem annyira elsődleges lett. Ebből következik az, hogy a javasolt szervezeti struktúra az úgy néz ki, hogy vannak olyan dolgok, amiket én strukturális csoportnak nevezek el. Ez a strukturális csoportnak az a lényege, hogy mindenki egy strukturális csoportnak a tagja. Legalább egyé, vagy pontosan egyé, ez ízlés kérdés, lehet rajta vitatkozni, melyik a jobb. A strukturális csoportok azok méretére vonatkozik a Dumber szám, tehát hogyha túlságosan nagy a csoport, akkor osztódásra szaporodik, ha túlságosan kicsi, akkor feloszlik, és a tagjai más csoportokba mennek át. Ezek a csoportok egy fahierarchiába szerveződnek, amelynek a leveleiben olyan csoportok vannak, amelyekben vannak résztvevők, a csomópontjaiban, tehát közvetlen tagok a résztvevők, a csomópontjaiban pedig olyan csoportok vannak, amelyeknek a tagjai más struktúrális csoportok. És ezekre is vonatkozik valamilyen méretbeli dolog, elhatárolás. Hogyha megnézzük ezt a fa szerkezetet, amit kapunk, ugye a fa két csomópontja között mindig pontosan egy útvonal van. Tehát azt látjuk, hogy az információ áramlás nem robusztus, nincsenek redundáns útvonalak, szükség lesz a redundáns útvonalakra. Ezt a politika nyelvében önszerveződésnek hívjuk, tehát szükség van olyan csoportokra, amelyeket bárki létrehozhat, bármennyi tagja lehet, és bármilyen szabályok alapján működhet. Azt hiszem, hogy körülbelül ennyit akartam elmondani a szervezeti megfontolásokról, illetve ugye az, hogy a likvid demokrácia által megkövetelt delegálásnál a default delegált az ugye a szervezeti, vagy a struktúrás csoportnak lenne a vezetője, vagy adott esetben nem is a vezetője, hanem maga a struktúrás csoport, tehát hogy az ő hozzá tartozó szavazat az a struktúrális csoport összavazata alapján számolódhatna ki. És azokon kívül, amiket elmondtam, nyilvánvaló, hogy egy csoportnak kell, hogy legyenek pozíciói, kell, hogy legyenek adott esetben szervezeti egységek, amik szintén csoportok. Akkor térjünk át a dokumentum szerkezetre. A dokumentum tehát ami ebben a rendszerben megtalálható, az gyakorlatilag minden dokumentum, hiszen
ha van egy vélemény, az egy dokumentum, egy döntés előkészítő anyag, ez egy dokumentum, egy szavazás eredménye, az is egy dokumentum. A folyamatokat is gyakorlatilag dokumentumokban írjuk le. Ráadásul ugye a szervezeti felépítést is valamilyen dokumentumok jelenítik meg. És nagyon, nagyon fontos az, hogy a folyamat vezérlés miatt, tehát hogy mivel folyamattámogató rendszert akarunk alapvetően készíteni, ezért a folyamatok leírása az megtehető legyen, tehát elég jó kifejező ereje legyen ezeknek a dolgoknak ahhoz, hogy valóban egy folyamatot le lehessen írni. És ha megnézzük a valós életben mondjuk úgy a politika által előállított dokumentumokat, mondjuk egy törvényt, akkor azt fogjuk látni, hogy egy dokumentumban van benne a folyamat leírás, amely folyamat leírás az azt határozza meg, hogy azt a dokumentumot vagy más dokumentumokat hogyan fogunk létrehozni és módosítani, milyen szabályok alapján. Nyilván ahhoz, hogy folyamatvezérlést csináljunk, ahhoz nem csak maguk a dokumentumok, hanem azokhoz vagy azok részeihez, elemeihez tartozó metaadatok is kellenek, amik státuszt, történetet, ilyesmit jelenítenek meg. Azt láthattuk, hogy ez a dokumentum szerkezet elég összetett, erről majd még fogok beszélni többet is. Nézzük meg a részvételiséggel kapcsolatos kritériumokat. Ugye legyen elérhető és interaktív a rendszer. Azt azért már így a szabad szoftveres projektekből megtanulhattuk, hogy az alacsony belépési küszöb az minden, az a legfontosabb azból a szempontból, hogy egy projekt életképes legyen, elég csak a Linux és a BSD példájára gondolni. Ezért ez az alacsony belépési küszöb, ez nagyon fontos, könnyű legyen regisztrálni, intuitív legyen a rendszer használata, ami azt jelenti körülbelül, hogy amit grafikus felületen lehet és észszerű megcsinálni, azt lehessen grafikus felületen intuitív módon összekattintgatni. Az interaktivitásból következik egyrészt az, hogy minden kommentálható legyen, és ugye nem kell sokat magyarázni, hogy ha ezek a kommentek szálakba szerveződhetnek, akkor az még jobb. Illetve a másik az, hogy a történések azok notificationeket generáljanak, tehát hogy legyenek értesítések, ezek ugye azért jók, hogy az alsó korlátját elérje az információ mennyiség a tagoknak, és mivel egyéniek a korlátaink, ezért fontos, hogy ezek az értesítések, ezek az egyéni ízlés szerint legyenek szűrhetőek. A biztonságra is hangsúlyt kell fektetni, nem csak azért, mert ugye egy olyan rendszert akarunk tervezni, ami a világot váltja meg, tehát nagyon fontos döntéseket hoznak, ezért fontos, hogy ezek a döntések manipulálhatatlanak legyenek, hanem pontosan ugyanezért várható az, hogy a rendszerrel szemben nem technikai jellegű támadások, futkampányok is várhatóak, amit szintén nem csak a biztonság, hanem a biztonságnak a látszatával lehet elérni, tehát ne csak biztonságos legyen a rendszer, hanem látszon is annak. Ennek az alapja ugye alapvetően az, hogy a publikus legyen mindaz az információ, aminek az eredményével ellenőrizni lehessen, hogy valóban nem történt manipuláció, ugyanakkor a személyes adatokra vigyázni kell. Ilyen publikus adat kell legyen a konfiguráció, a naplók, nyilvánvalóan nyílt forrásúnak kell lenni a rendszernek pontosan emiatt az igény miatt. Ugyanakkor a naplóknál az van, hogy a személyes adatok ne legyenek benne, ezért pseudonimitást kell használni, és az egyik nehézsége ennek a rendszernek szerintem az lesz, hogy találjuk meg a pseudonimitási szabályokat megfelelő módon. Azt elfelejtettem mondani, de tök egyértelmű, hogy szerepkör alapú hozzáférésvezérlés kell, hogy legyen, hiszen a valós élete valós szervezeteiben szerepkörök vannak, ugye pozíciók. Azokhoz kell tudni hozzárendelni a hozzáférésvezérlést. És akkor összefoglalásképpen, a követelmények összefoglalásképpen, ezt a szlájdot azért tettem fel, hogy lássuk, hogy egy nagyon összetett rendszerről beszélünk, amit így ebben a formában gyakorlatilag felesleges lenne nekikezdeni, mert nem érnénk a végére. De persze
azért lehet itt gondolkozni olyan dolgokon, amitől valóban megvalósítható szintűvé válik a feladat. Az egyik, amit észre kell venni, az az, hogy nagyon sok követelmény az a folyamatokkal, a szervezeti struktúrával és a dokumentum struktúrával folyamatos, vagy kapcsolatos. Ugyanakkor van egy olyan követelményünk, hogy feleljünk meg a valós életnek, ami azt jelenti, hogy ezeknek nagyon flexibilisnek kell lenni, és azt is tudni kell, hogy elsőre úgyse találnánk el, hogy mik a megfelelő folyamatok, mi a megfelelő szervezeti struktúra, ezért inkább azon érdemes gondolkozni, hogy egy olyan rendszert építsünk fel, ami gyakorlatilag bármilyen folyamatot, bármilyen dokumentum szerkezetet, bármilyen szervezeti struktúrát követni és támogatni tud. Ebben az esetben viszont azzal szembesülünk, hogy nagyon bonyolult adatszerkezeteket kell tudni támogatni, olyanokat, amiket nem tudjuk előre, hogy milyenek, illetve ezek között bonyolult összefüggéseket, amikről szintén nem tudjuk előre, hogy milyenek lesznek. A jó hír az, hogy azért ezt a kihívást már megugrotta az informatika néhány ága mostanra. Ugye akár a mesterséges intelligencia kutatásról, akár a szakértői rendszerekről beszélünk. Ezekben a rendszerekben ugyanakkor a hozzáférés vezérlés az nem olyan szintű, ha egyáltalán van, amit egy ilyen rendszertől elválunk. Van viszont egy olyan típusú alkalmazás osztály, amelyikben a hozzáférés vezérlés is nagy szerepet kap, ezek pedig az Enterprise Architecture repozitorik. Tehát gyakorlatilag az alkalmazás architektúra az úgy nézhet neki, hogy egy ilyen Enterprise Architecture repozitorihoz hasonlító eszközben tesszük bele a struktúrát, a folyamatokat, meg mindent. Ezeken az adatok, ennek a repozitorinak van egy felhasználói interfésze, amelyeken keresztül a felhasználók elérik azt, illetve van mögötte egy folyamatmotor, amely folyamatmotor a repozitoriban eltárolt folyamatok alapján és a repozitori által generált változás események alapján hajtja a folyamatokat, és szintén ezt az interfészt használja a többi adat beszerzésére, illetve a módosításokra. Ahhoz, hogy egy ilyet megcsináljunk, látszik, hogy egy olyasmi dolgot kell csinálnunk, amit Enterprise repozitorinak hívnak. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz egy kicsit meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan is néznek ki ezek a repozitorik. Ehhez el kell kalandoznunk a filozófiának az ontológia nevű ágához, ez a magának a létnek az értelmével foglalkozik, illetve a létezőknek a csoportosításával. Az ontológia az egy eléggé absztrakt dolog ahhoz, hogy mi architektek ne érezzük lealacsonyodásnak azt, hogy hozzán nyúlunk, ezért az IT architektúrának az egyik ága is ez. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ezekben a repozitorikban az adatszerkezetet, az, hogy milyen fajta összefüggések létezhetnek, azokat egy ilyen ontológia definiálja, és hogyha ez az ontológia is magában a repozitoriban található és ott módosítható, akkor egy aránylag flexibilis rendszert hoztunk létre. Ahhoz, hogy megnézzük azt, hogy egy ilyen rendszert hogyan lehet létrehozni, ahhoz már csak az ontológia alapelemével kell megismerkedni, az pedig a dolog. A dolog, vagy a létező, vagy ilyesmi, ugye az a kérdés, hogy hogyan nézzen ki az alapeleme egy ilyen repozitorinak, és akkor próbáljunk meg néhány dolgot elmondani róla. Ugye minden dolog, ezt tudjuk. A dolgoknak van típusa, ami szintén dolog, illetve a dolgok között vannak összefüggések, ezek az összefüggések szintén dolgok, amely összefüggéseket, relációkat le lehet egyszerűsíteni olyan összefüggésekre, amik két dolog között vannak, tehát a relációknak a forrása is dolog, illetve a célja is dolog. Körülbelül így néz ki ezek szerint az adatarchitektúránk. Ide visszajövök, de fölül van, nem tudom mennyire olvasható az általános, az amit most elmondtam, alul pedig egy fizikai architektúra van, amit végül is implementáltam. Az a különbség benne, hogy a fizikai adatmodellben szerepel egy verzió is, ami arra való, hogy verziókövetést, illetve verziómenedzsmentet lehessen létrehozni, hogy tudjuk, hogy hol vannak a dolgok, hogy ne vesszenek azok el.
Illetve azt is fontos azért megemlíteni, hogy a dolgoknak a típusa az igazából nem is kellene ebbe a modellbe, tehát az igazából egy ilyen optimalizációs tényező, hogy konkrétan az adatmodellben a típus is szerepel. És akkor beszélgessünk arról, hogy mi, hogyan lehetne ezt az egészet megközelíteni. Nyilvánvaló módon csak lépésről lépésre, tehát ezt egy lépésben megugorni nem lehet. Ugye a funkcionalitásban azt láttuk, hogy az egyik ilyen lépés az, hogy egyáltalán egy repozitorit építünk föl, amelyre építve már úgymond nem informatikai eszközökkel, tehát az mélyebb informatikai tudás igénye nélkül lehet definiálni adott esetben már a folyamatokat, hogyha azt az ontológiát már sikerült létrehoznunk, aminek a segítségével folyamatokat lehetne definiálni. Tehát ez az egyik dolog, hogy a funkcionalitásban is haladjunk lépésről lépésre agilis módon, a másik pedig az, hogy a használati körben is ne próbáljunk meg mindent bele gyömöszölni, mert nem fog sikerülni. Illetve egy másik szempont az, hogy ez a rendszer ez még soká fog olyan állapotba kerülni, ha egyáltalán, hogy folyamatokat lesz képes támogatni. Ma viszont már vannak folyamattámogató rendszerek, request tracker, vagy akár még folyamattámogató hibajegykező rendszert említhetném. És ezeket érdemes már most olyan dolgokra használni, ahol ezeket a folyamatokat, amikre később szükségünk lesz, ezeket ki tudjuk tapasztalni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Ugyanis az egésznek a lényege a megfelelő folyamatokban, nem pedig az alatta lévő technológiában van, és hogyha egy-egy ilyen projektet később ki is dobunk, a folyamatokkal kapcsolatos tapasztalat az hasznosítható lesz, még akkor is, hogyha az negatív, illetve hogyha véletlenül pozitív volt, akkor van esélyünk, ugye elég flexibilis az adatarchitektúra, átmigrálni ezeket a dolgokat. Hol tartunk most? A repozitorinak gyakorlatilag az alapjai vannak meg, kint van a GitHubon, van hozzá egy Kanban tábla is, aki azt szereti. Nagyon sok minden nincsen még benne, ugye a dolog az már benne van, illetve valami nagyon kezdetleges felhasználói felület féleség, stúnya is már én írtam. Illetve van egy ilyen projektünk, amelyik jelenleg azt célozza meg, hogy önkormányzati folyamatokat támogasson. Van egy lelkes polgármesterünk, van neki egy kevésbé lelkes képviselőtestülete, tehát nem biztos, hogy pontosan azzal a településsel fogjuk mi ezt csinálni jelenleg, de azért még reménykedünk. Ez request tracker alapokon lesz, mert hogy abban van a résztvevők között tudás, és az önkormányzati folyamatok azok azért jók, mert azok azért elég jól ismertek, van sejtemünk arról, hogy hogyan lehet őket automatizálni. Nyilván, hogyha szerintem nem kell mondani, hogy bármelyik mai magyar önkormányzatra igen erőteljesen ráfér egy kis folyamatrendbetétel, ami egy ilyen projektnek mindenképpen a mellékhatása. Ugyanakkor van ebben egy olyan rész a polgár és a hivatal, valamint az önkormányzat közötti interfész, ahol elég nagy tere van a kísérletezgetésnek, mert ugye ami ma történik, főleg, hogyha nem a hivatali, hanem az önkormányzati oldalát nézzük a dolognak, az, mint már mondottam, egy olyan információáramlási csatorna, amelyik teljesen ad hoc módon működik, és teljesen nem formalizált. Tehát itt azért van mit próbálgatni szerintem. És hogyha már így végére értem az előadásnak, akkor kérdések jönnek. Először én kérdezek, utána kérdezzetek ti, és akkor ti válaszoltok, vagy én, vagy meglátjuk. Az én kérdéseim azok, hogy vajon milyen szempontokat kell még figyelembe venni, hogyan indítható be ez az egész, mik lehetnek a pilot felhasználások. Én szívesen kezdeném az alkotmánnyal, de azt hiszem, hogy ezzel az informatikai rendszerrel legalábbis még nem érdemes belevágni. Milyen létező komponenseket lehet még felhasználni. És akkor én ennyit mondtam, köszönöm a figyelmet.